itt volt a történeti városmag. Rejk Szabina ásatás vezető régész fogadta az érdeklődőket a különleges ásatási sétán. Nyílt napot szervezett ugyanis a Szent István Király Múzeum, melyre rengetegen érkeztek. A 2014 óta több szakaszban folyó feltárási munkálatok utolsó fázisa érkezett el a Géza Nagyfejedelem téren. Az elmúlt évek kutatásai jelentős ismeretekkel gazdagították az egykor itt álló ispáni, később királyi vár történetét. Maga a terület az egykori ispáni, később királyi várnak a területe, és számos olyan falszakaszt is találtunk, amelyek elképzelhető, hogy a korábban hősök terén megtalált falszakaszoknak a folytatásai. Ezek elsősorban erődítésfalak különböző korokból, illetve különböző funkciót betöltő világi épületeknek a falmaradványai kerültek elő. Az egykori középkori templom körüli temető további részleteit is sikerült feltárniuk a Szent István Király Múzeum szakembereinek. Elsősorban törökkor utáni sírok maradványait találták meg. Külön érdekesség, hogy valószínűleg egy újabb leégett gödörháznak a felmenő fal maradványai kerültek elő. Ahol állunk, valószínűleg egy késő középkori lakóháznak sikerült a leégett fal maradványait megtalálni. Ezekre a házakra jellemző, hogy részben voltak felmenő fallal, és részben pedig a földbe ásták bele ezeket magát a gödörházat. A szerkezetére jellemző, hogy leszúrtak különböző vastagságú cölöpöket, és sövénnyel tapasztották, és majd ezt sárral is még átkenték. És valószínűleg eznek a leégett oldalfalát sikerült megtalálnunk ezen a részen. Rejk Szabina ásatás vezető régész elmondta, a területről előkerült leletanyag változatossága tanúskodik a történeti városmag kiemelt szerepéről. Ezen a területen jött létre Fehérvár legkorábbi település egysége. Ezt bizonyítják az előkerült Árpád kori kerámia leletek is. A forrásokban Alba Civitast megemlítik, valamint az ispáni várat, amely valószínűleg itt helyezkedett el. Számos erődítés falat és a védműhöz tartozó árok szakaszokat is megtalálták a kutatások során. Ezen belül helyezkedhetett el a négykaréjos alaprajzú templom, amit a kutatók többsége a Szent Péter plébánia templommal azonosít, és van arra vonatkozó adat, hogy Géza nagyfejedelmet is itt temették el feleségével együtt.